A megyei diásportgálán minden esztendő végén elismerik azoknak a sportolóknak és felkészítő tanáraiknak a teljesítményét, akik a legeredményesebben szerepeltek az előző tanévben. Ezúttal is nagyszerű eredményeket értek el az általános és középiskolások, 47 éren volt a 2015-2016-os tanév termése. A kisiskolák között a gyulaházi Kozma Pál általános iskola negyedik legjobbnak, a középiskolák között pedig a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium az ötödik legjobbnak bizonyult az országban. Szabolcs-Szatmár Bereg megye pedig a hatodik helyen zárt az országos rangsorban. Egy nagyon tartalmas évet zártunk, és erre megmondom, hogy nagyon büszke is vagyok. Igaz, hogy ebben az évben országos döntőt nem rendeztünk, mert azért az volt a cél, hogy minden évben legyenek országos döntőink, de emellett azért 7 országos elődöntőt sikerült elnyernünk, és ezeket azt hiszem, hogy nagyon szakmailag is és emberileg is pozitívan sikerült megrendezni, és ezt azt hiszem, hogy vitte a megye hírnevét, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy jövő évben már biztosak vagyunk abban, hogy 2 országos döntőt fogunk rendezni. Február elején rögtön egy összevont labdajátékok országos döntőt, ami azt jelenti, hogy majd 1000 gyerek lesz itt Nyíregyházán, hiszen Nyíregyházán lesz megrendezve majd ez az esemény, és 4 napon keresztül itt lesznek. Ez 3 labdajátékot érint, a röplabdát, a kosárlabdát és a kézilabdát, illetve ezután márciusban egy amatőr kézilabda országos döntő is lesz, amely szintén Nyíregyházán kerül majd megrendezésre. A gálán rengeteg díj talált gazdára, mivel az országos döntőkben 16 arany, 19 ezüst és 12 bronzérmet szereztek a megye képviselői.